Hatalmas veszteség. Kormányzati segítséget kérnek a Baromfi ágazatban a tavalyi madárinfluenza miatt. Kihelyezett ülés. Nyíregyházán értekezett az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága. A külhoni kapcsolatokról, gazdaságfejlesztő programokról is tájékozódtak. Bővítették a kapacitást, új tartályokat vásárolt, valamint fejlesztette hűtési rendszerét a Besztereci baktériumtrágyát gyártó cég. Kormányzati segítséget kérnek a Baromfi ágazatban a tavalyi madárinfluenza miatt. A károkat 10 milliárd forintra becsülik. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A jelentős károk miatt az ágazat képviselői kevésnek tartják azt a 1,5 milliárd forintos segítséget, amit a de minimis keretből kaptak a szárnyas tartótelepek, mondta el televíziónknak Bárány László, a Mastergood Kft. Ügyvezetője. Hozzátette, több megyében embereket is elbocsátottak, és a helyzetet nehezíti, hogy továbbra is fennáll a Baromfi import tilalom Magyarországgal szemben. A kereskedelmi forgalomból pedig szinte eltűnt a liba és kacsahús. Libahúst ebben a nyíregyházi húsboltban sem lehet kapni, az üzlettulajdonos azt mondja, kereslet lenne, de utoljára tavaly karácsonykor volt liba és kacsamája húspultjukban. Liba és kacsamája azóta semmilyen körülmények között rengeteg beszállítónk van, rengeteg kapcsolatunk van, és a mai napig nem lehetett hízottat kapni. A vásárlói igények a liba után ugyanúgy meglennének, mint előtte, tehát végsősoron különböző készételekben, levesekben rengeteg, úgymond ez a típusú szárnyas is elmenne. A libahús szinte teljesen eltűnt a kereskedelmi forgalomból, mondta a kereskedő. Nagyon nehezen lehet beszerezni a szárnyas fajtát, kacsacombot azonban lehet kapni itt is, de kevés a mennyiség, mert lenne bő kereslet liba és kacsahúsra is. A madárinfluenza miatt csak Magyarországon 3,2 millió baromfit kellett leölni. A probléma mintegy 223 baromfitartó telepet érintett. Óriási a veszteség a baromfi ágazatban a vírusfertőzés miatt, ami tavaly Békés megyéből indult el. A közvetlen károk 7 milliárd forintra tehetők, a kormány a de minimis keretből azóta 1,5 milliárd forint kárpótlást nyújtott az érintett baromfitartóknak, de ez a telepenként 40-60 millió forintos támogatás kevés, mondta szerdai 35 perc című műsorunkban a Mastergood Kft. Ügyvezetője. Bárány László kiemelte, több megyében üresen állnak a farmok, és embereket is elbocsátottak a bevétel kiesés miatt. Lesznek olyan termelők, hogy 6-7 hónapig üresen fog állni a baromfi telepe. Akkor is fog villanyszámlát fizetni, ha fel se kapcsolja a villanyt. Alapdíjat kell fizetni villanyra, gázra, foglalkoztatni kell embereket, ha csak el nem küldi őket, tehát az állandó költségei legfeljebb a 4,5 milliós egyszeri de minimis összegből talán egy hónapra kifutja, de már a második, harmadik, ötödik hónapban nem lesz miből finanszírozni. Még nagyobb baj a vágófeldolgozó üzemeknél. Tudok olyan vágóüzemet, ahol eddig 250, a jövő héten további 120 embert bocsájtanak el. Itt ugyancsak de minimis forrásból, úgynevezett nagy de minimis, tehát 60 millió forint keretösszeg állna rendelkezéshez, körülbelül ilyen embertömegnek két heti munkabére. Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyében a legrosszabb a helyzet, mondta el az ügyvezető. Kisvárdai cégét pedig még mindig az azóta is érvényben lévő baromfi import tilalom sújtja. Nyíregyházán tartotta kihelyezett ülését az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága. A testület az ülésen áttekintette Nyíregyháza külhoni kapcsolatait, tájékoztatást kapott a magyar kormány támogatásával Kárpátalján, illetve más magyar lakta vidékeken elindított gazdaságfejlesztési és infrastruktúrális programokról, valamint a képviselők megvitatták és elfogadták a bizottság idejévre vonatkozó munkatervét is. A bizottság, mint a törvényhozás nemzetpolitikával foglalkozó önálló állandó testülete 2011-ben tartotta első ülését. A 9 tagú bizottság elsődleges feladata a törvényhozáshoz szorosan kapcsolódó jogszabály előkészítő és ellenőrző munka, illetve a Kárpát-medencében és a diaszpórában működő magyar politikai, egyházi és civil szervezetekkel történő kapcsolattartás. A nyíregyházi kihelyezett ülésen a bizottság elsősorban a külhoni magyar lakta területeken elindított kormányzati programokkal foglalkozott, valamint megvitatták a Kárpátalján élő magyarokat hátrányosan érintő ukrán nyelvtörvénytervezetet is.
Vendégünk volt még Brenzovics László képviselő úr, egyben a KMKS-nek az elnöke, akitől napi politikai helyzetről kaphattunk értékelést, többek között arról az aláírásgyűjtésről, ami az új ukrán egyelőre törvénytervezet, ugye új nyelvtörvénytervezet, amely gyakorlatilag megtiltaná az élet szinte minden területén az Ukrajnában élő kisebbségeknek, nemzetiségeknek az anyanyelv használatát, legyen ez akár az utcán, hivatalokban vagy oktatásban, megdöbbentő és tragikus fordulat lenne. Még ugye csak tárgyalás alatt van, tehát reméljük, hogy az ukrán parlament el fogja vetni ezt a javaslatot, hiszen egyébként ellentétes a magyar-ukrán alapszerződéssel. Az ülésen szó esett arról a Kárpátaljának szánt összesen 32 milliárd forintos gazdaságélénkítő csomagról is, amely az ott működő vállalkozók és vállalkozások fejlesztését, piacra jutását segíti. A EGAN-EDE gazdaságfejlesztési program szűk három esztendő 32 milliárd forintnyi forrást juttat a térségbe, ebből 12 milliárd állami költségvetési pénz és 20 milliárd hitelkeret, és a program lebonyolításban túl vagyunk az első pályázati körön. Itt elsősorban a kis vállalkozásokat, a kisebb értékű gépeket és lehetőséget a vállalkozás elindításához, fejlesztéséhez, valamint egyúttal egy ilyen lelki gátat is legyőzött az első pályázati kör, hiszen ebben a régióban az elmúlt 100 év alatt 6. államban élő magyarokat éppen elégszer becsapták, hogy ne higgyenek minden újsághírnek, és így látják viszont azt, hogy komolyan gondolja Magyarország a segítséget. A bizottság az ülésen áttekintette a külhoni magyarok számára indított 17 milliárd forintos óvodafejlesztési pályázati programot, valamint határozott arról is, hogy következő kihelyezett ülését májusban Romániában, a moldvai csángók otthonában tartja meg. Tesztoszteron készítményeket csempészett egy ukrán sofőr, a NAV pénzügyőrei Záhonynál találták meg a termékeket. A több ezer fiolát és tablettát egy olaszországi megrendelőnek szállította az ukrán sofőr. A nejlon táskákba csomagolt készítményeket a mikrobusz első ülései alatt tárolt szerszámok közé rejtve találták meg a pénzügyőrök. Az ampullák és tabletták mintegy 9 millió forintot értek volna a fekete piacon. Bővítette kapacitását a baktérium trágyát gyártó Filazonit Kft. Beszterecen. A cég új tartályokat vásárolt, valamint fejlesztette hűtési rendszerét. A beruházás mintegy 90 millió forintba került, amelyet pályázati forrásból és saját erőből valósítottak meg. A talajbaktériumok javítják a talaj szerkezetét, újraindítják a humusz termelődését. A növényeknek így magasabb lesz a tápértékük és a terméshozamuk, valamint gyorsabban is növekednek. Ilyen laboratóriumokban állítják elő a baktérium trágyát Beszterecen. A Filazonit most bővítette kapacitását, mintegy 90 millió forint GINOP támogatásból és saját erőből. Ezek a tartályok is a fejlesztés részei. Tároló kapacitásunk volt az első lépték, igazából a 210 ezer liter volt az eddigi tároló kapacitásunk, és ezt egy olyan 330 ezer literre bővítettük, valamint az egész üzemnek a hűtési rendszerét, ami az egyik nagyon fontos alapelleme, ugyanis ezeknek a mikrobiológiai készítményeknek nagyon fontos, hogy hűtve legyenek tárolva, és úgy legyenek a gazdálkodók részére utána kiszállítva. Szakértők szerint a kutatás fejlesztéssel itt előállított termékek növelik a mezőgazdaság versenyképességét, és hozzájárulnak a fenntartható gazdálkodáshoz. Itt egy olyan új innovációs megoldáshoz született meg a háttér üzem, hogyha úgy tetszik, ami közvetlenül a gazdálkodókat tudja segíteni a mindennapi életük során azzal, hogy azokat a talajbaktériumokat, baktériumtrágyákat, hát nem valójában nem trágyáról van szó, de hát a köznapi értelemben ezt trágyának hívjuk, baktériumtrágyákat, amelyek a talaj termékenységét tudják javítani, a talaj állapotát tudják javítani, a termőföld állapotát tudják javítani, azokat megfelelő minőségi keretek között lehet előállítani, és ezzel erősíteni a fenntartható gazdálkodás szemléletét Magyarországon. A beruházás ünnepélyes átadásán jelen volt Feldman Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára is, aki azt hangsúlyozta, az ilyen típusú fejlesztések a gazdák érdekeit szolgálják. Annak örülök, hogy itt egy magyar cég, magyar termékéről beszélünk, amely ebben tud segíteni a magyar szántóföldi növénytermesztés és általában a magyar mezőgazdasági szereplők számára. És öröm az,
hogy egy olyan innovatív termékről beszélünk, amely tényleg tudáson, kutatásfejlesztésen alapszik, és amely lényegében egy jóval magasabb hozzáadott értéket jelent, különösen ebben a régióban. A rendezvényen elhangzott, a termelők részéről egyre nagyobb az igény az új módszerek és termékek használatára, amelyek nem csak a mennyiség, a minőség irányába vezetik a hazai mezőgazdasági tevékenységet. Döntött a debreceni ítélőtábla, több százmillió forintos kártérítést kell fizetnie az alpereseknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház több kórház projektjének perében, közölte Lővei Csaba, az Együtt Nyíregyházi elnöke. Hozzátette, mindezt azért, mert 2010-ben a beruházás során felkért első tervezőkkel felbontották a szerződést, és azt a céget fogadták fel másodikként, amelyik egy hasonló terv alapján dupla akkora összegért vállalta el a munkát. Az első cég polgári pert indított az ügyben, a most meghozott ítélet szerint megsértették a szerzői vagyoni jogát, ezért kell kártérítést fizetni. 240 millió és kamatai körüli összeget kell megfizetnie a kórháznak, a magyar államnak, illetve a másodikként belépett tervező cégnek. Ezzel úgy látjuk, hogy jelentős kár érte mind 2010-ben, mind most a kártérítés kifizetésével a közpénzt, hogy így fogalmazzak. Ezért az Együtt felkéri a nyomozóhatóságokat, hogy hivatalból indítsanak nyomozást, hiszen kiderült, hogy itt jelentős sérelem érte a közpénzt. Árokba hajtott, és a tetejére borult egy személygépkocsi szerdán késő délután Nyíregyháza és Nagykálló között. A balesetben a sofőr könnyebben sérült. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a gépkocsit áramtalanították, majd a kerekeire visszaállították. Egyelőre még vizsgálják a baleset okát és körülményeit. Népzenei hangversenyt tartottak a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Két érmet szerzett Veres Amarilla az év első világkupa versenyén. Az NVSC kerekesszékes vívója párbajtőr egyéniben győzött Egerben, kard egyéniben pedig a második helyen végzett. A szintén nyíregyházi Tarjányi István egy ötödik és egy hatodik helyezéssel zárta a versenyt. 6 pontos előnnyel áll a megyei első osztály tabellájának élén a balkányi futballcsapat. Virgai László 45 mérkőzés óta veretlen együttese vasárnap Fehérgyarmaton kezdi a tavaszi szezont. Tizenhat népzeneszakos diák mérte össze tehetségét a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium pályázati hangversenyén. A tanulókat többek között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenei tanszékvezetője Richter Pál értékelte, aki az egyik diáknak egy Universitas gyűrűt is ajándékozott. Az elismerés komoly előnyt jelenthet a diák szakmai továbbtanulása során. Népzenei hangversenyen mutatták be tudásukat a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium diákjai közül azok, akik a fél éves vizsga meghallgatáson a legjobban szerepeltek. Jelenleg 21 növendék tanul az iskola népzene szakán, közülük 16-an vehettek részt a hangversenyen. A népzene szak ez egy fiatal szak az intézmény életében, hiszen 2000-ben indította be az első osztályát. Azóta már a Zeneakadémián végzett volt növendékeink, a tanárainká is váltak, akik oktatják a jövő generációját. Azt hiszem, hogy nagyon nagy alkalom ez az összes népzenész növendéknek, aki a mai nap folyamán előadhatja tudását, hiszen azoknak az embereknek adja elő, ahova ő tulajdonképpen majd a következő lépéseként, a továbbtanulásaként szeretné folytatni a szakmai tanulását. Az egyik zsűri tag Richter Pál a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenei tanszékvezetője volt, aki egy Universitas gyűrűt is hozott magával. Az elismerést mindig a legeredményesebb diák kapja, akinek a díj komoly előnyt jelenthet szakmai továbbtanulása során. A népzene az egyben kortárs kultúra, másrészt pedig történeti kultúra, hogy benne van a történelmünk, a hagyományaink, a múltunk, de ugyanakkor a jelenünk és a néphagyomány folytán a népzene is olyan műfaj, ami az életnek minden eseményére, változására, problémájára választ tud adni. Vagyis teljes értékűen ma is megélheti ezt bárki, aki népzenével foglalkozik, annak ellenére, hogy maga a népzene műfaját, illetve a népzenei repertoárt azt nagyjából most már egy lezárt egységnek kell tekintenünk.
A népzenei és néptánc kulturális szempontból is fontos a megye számára, hangsúlyozta Baracsi Endre közgyűlési alelnök a rendezvényen. Megyei értéktárak, városi értéktárak léteznek, és bizony népzenei együttesek is tagjai, és reméljük, hogy majd az elkövetkezendőkben itt az itteni palántákból, gyermekpalántákból lesznek majd ezeknek a néptánc együtteseknek az utánpótlása, hiszen a Szabolcs, a Szatmár, a Nyírség, amelyek a megyei értéktárnak is a részei, bizony kell, hogy valamilyen alapból merítsenek, és nagyon jó, hogy a művészeti szakközépiskola ilyen erősen foglalkozik ezzel. Én úgy gondolom, hogy talán egy kicsit alulreprezentált feladattal. A tagozatvezető úgy fogalmazott a rendezvényen, az intézmény kiemelt feladata a tehetséggondozás, ezért is fontosak az ehhez hasonló versenyek és megmérettetések. Két érmet szerzett Veres Amarilla az év első világkupa versenyén. Az NVSC kerekesszékes vívója párbajtőr egyéniben győzött Egerben, kard egyéniben pedig a második helyen végzett. A szintén nyíregyházi Tarjányi István egy ötödik és egy hatodik helyezéssel zárta a versenyt. 19 ország több mint 130 versenyzője indult el az év első kerekesszékes vívó világkupa versenyén Egerben. A 19 fős magyar válogatottban ketten képviselték Nyíregyházát. A paralimpiai bronzérmes Veres Amarilla párbajtőrben végig magabiztosan versenyzett, és valamennyi ellenfelét legyőzve megszerezte az aranyérmet. A másik fegyvernem, a kard egyéni versenyben is a döntőig jutott az NVSC sportolója, ott azonban vereséget szenvedett ellenfelétől, így az arany mellé egy ezüstöt szerzett Pákhelyi Béla tanítványa. A várakozásaim azok mindig csak a sportteljesítményre vonatkoznak, tehát igazából nem érmeket meg pontokat szoktam számolni előre, hanem ugye felkészülünk minden egyes ellenfélre külön-külön, és megpróbálom magamból kihozni a maximumot. Pákhelyi Béla mesteredző szerint a párbajtőr aranyérem értékét növeli, hogy tanítványa a döntőben vissza tudott vágni ukrán ellenfelének a paralimpiai elődöntőben elszenvedett vereségért. Kivívta már magának a tekintét, és ami nagyon-nagyon jó dolog volt ezen a világkupán, hogy párbajtőrbe a döntő, tehát az aranyéremért azzal vívott, azzal a Breussal, azzal ukránnal, akitől a paralimpián ugye 6 piros lappal kapott ki, hát most revansot vett, ugye most nem voltak piros lapok, teljesen korrektül ment minden, és simán megverte. Tarjányi István a párbajtőrcsapat tagjaként ötödik lett a versenyen, kard egyéniben pedig a hatodik helyen végzett. A nyíregyházi kerekesszékes vívó tavaly váltott kategóriát, így elégedett az eredményekkel. Megismerkedem az ellenfelekkel is, és a B kategóriás vívással is, ugyanis A kategóriában én azért 2 évet vívtam, ami nagyon sok pozitívumot adott, ugyanis sokat tanultam belőle, de ez a B kategória az én kategóriám, és jó helyre kerültem, és ezért is örülök annak, hogy tavaly sikerült ezt elérnem, hogy B kategóriába átkerüljek, és ezt bizonyítottam is azzal, hogy utána a harmadik világkupa versenyében Varsóban egy bronzérmet sikerült szereznem tavaly. A következő világkupa viadalnak március végén az olaszországi Pisa ad otthont, az év főversenye a két vívó számára a novemberi világbajnokság lesz. 6 pontos előnnyel áll a megyei első osztály tabellájának élén a Balkányi futballcsapat. Mirgai László 45 mérkőzés óta veretlen együttese vasárnap Fehérgyarmaton kezdi a tavaszi szezont. A cél a bajnoki cím megszerzése. A megyei másodosztályban veretlenül megszerzett bajnoki címet követően a megyei első osztályban sem talált legyőzőre ősszel a Balkány, így Mirgai László együttese a tabella élén tölthette a téli szünetet. Az átigazolási időszakban Szilágyi Krisztián nagydobosra távozott, érkezett viszont Borsi Dávid Nagykálóból, Potornai Márk Sényőről és Lipcsei Márk Nyírbátorból. Utóbbi két játékos azonban olyan súlyos sérülést szenvedett a felkészülés alatt, hogy tavasszal nem számíthat rájuk a szakvezető. A balkányi együttes természetesen az utolsó fordulót követően is a tabella élén szeretne állni. Azért az a 6 pont nem olyan nagy előny. Én azt gondolom, hogy ha 12 ponttal vezetnénk, akkor nyugodtabb lennék, hiszen a 3 pontos rendszerben elég 2 zakó, és akkor már befogtak, és azért nem szabad elfelejteni, hogy Nagyecsed nagyon jó csapat, illetve hát erősödött a Mándok, erősödött a Máté Szak, azért a Fogarasi Zoli jó munkát végez, ismerjük, de ugyanígy mondhatnám, hogy a Vásáros Namény is erősödött, hiszen a Farkas Bélát ismerjük, hogy egy keménykezű edző, rendbe rakja őket, védelmüket erősítették, és még sorolhatnám a többi csapatot is. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon kiegyensúlyozott bajnokság lesz, és nagyon meg kell ezt küzdeni azért, hogy ezt a 6 pontos előnyt tartani tudjuk. A góllövő listát 13 találattal vezető Igor Bogdanovic szerint a csapatot nem nyomasztja a másfél éves veretlenségi sorozat. Egyelőre senki nem akar foglalkozni ezzel, hogy most
hány meccset nem kaptunk ki, vagy hogy volt, meg mi volt. Meccsről meccsig fogunk menni, egymás után nézegetünk az ellenfélek, próbáljunk úgy készülni minden egyes meccsre, hogy ezt a szériát tovább folytatni, mivel nekünk utolsó is, legutolsó cél az, hogy ezt a bajnokságot megnyerünk, hogy most ezzel fog jelenni veretlenség, vagy minden meccset megnyerni, vagy akár pár meccset kikapni, legyen az, mivel utolsó is legfontosabb cél megnyerni ezt a bajnokságot, mivel most úgy állunk. Szerintem mindenki tiszta van ezzel, és mindenki fog tenni oda magát, hogy ez a, akár széria, akár pontvadászat tovább is folytat. A megyei első osztály 17. fordulójának párosítása a következő. Nagyecsed Máté Szalka, Baktolórántháza Ibrány, Vásáros Nami Nyírgyulaj, Nagyhalász Tiszavasvári, Fehérgyarmat Balkány, Rakamasz Sényű és Gyulaháza Mándok. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Kormányzati segítséget kérnek a Baromfi ágazatban a tavalyi madárinfluenza miatt. A károkat 10 milliárd forintra becsülik. Az ágazat képviselői kevésnek tartják azt a 1,5 milliárd forintos segítséget, amit a de minimis keretből kaptak a szárnyas tartó telepek, mondta el televíziónknak Bárány László, a Mastergood Kft. Ügyvezetője. Hozzátette, több megyében embereket is elbocsátottak, és a helyzetet nehezíti, hogy továbbra is fennáll a baromfiimport tilalom Magyarországgal szemben. Nyíregyházán tartotta kihelyezett ülését az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága. A testület az ülésen áttekintette Nyíregyháza külhoni kapcsolatait, tájékoztatást kapott a magyar kormány támogatásával Kárpátalján, illetve más magyar lakta vidékeken elindított gazdaságfejlesztési és infrastruktúrális programokról, valamint a képviselők megvitatták és elfogadták a bizottság idei évre vonatkozó munkatervét is. Bővítette kapacitását a baktérium trágyát gyártó Filazonit Kft. Beszterecen. A cég új tartályokat vásárolt, valamint fejlesztette hűtési rendszerét. A beruházás mintegy 90 millió forintba került, amelyet pályázati forrásból és saját erőből valósítottak meg. A Kölcsei Televízió iradóját látták március 2-án csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb, holnap este jelentkezünk. Addig is böngészék weboldalunkat, ahol további híreket és magazinműsorokat is találhatnak. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, az időjárási frontok péntektől már elkerülik térségünket, így sok napsütésre számíthatunk. Az éjjel változóan felhős idő várható, majd csökken a felhőzet, eső, zápor egyaránt előfordulhat, a szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 + 1 fok között alakul. Holnap napközben gyengén felhős idő várható sok napsütéssel, csapadék nem lesz. A nyugati, majd a délkeletire forduló szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 fok körül alakul, melegfronti hatás van térségünkben. Változékony tavaszi idő várható a következő napokban is, szombaton még sok napsütésben lesz részünk és melegebb levegő érkezik fölénk, emiatt már fagymentesek lesznek az éjszakák, és tovább erősödik a nappali felmelegedés mértéke is. Vasárnap és a jövő hét elején már több lesz felettünk a felhő, több helyen várható eső, zápor és pár fokkal ismét csökken a nappali felmelegedés mértéke.